Az a ritka alkalmak egyike történt most, hogy egy laptop dobozán nem egy Intel vagy AMD plecsni figyel, hanem egy harmadik nagygyártó kezdett nyitni az asztali felhasználás felé. Ez konkrétan a Qualcomm. Mondanom sem kell, több mint izgalmas volt a kezeim közé kapni egy ilyen gépet, ami a friss Snapdragon procival van szerelve, de nézzük részleteiben, hogy mennyire is használható munkás felhasználásra, de én persze egy kis gaminget is megnéztem vele, és főleg a hatalmas konkurensét, a MacBookot vajon le tudja taszítani a trónról. Kezdjük az egészet egy gyors kicsomagolással, full papír az egész doboz és a kötelező töltőadapter és leírások sokaságán kívül még találunk itt egy kivágható támaszt, amit én inkább hagyok a helyén, mert nem akarnám szétszabdalni ezt a szép dobozt. Kis szövetszütyőben megtaláljuk még a notit, és ennyi, végeztünk is. Kézbefogva a Vivobook S15 nagyon vékony, mutatós, kecses az egész, és megkapta teljes borításában ezt a fémes, visszafogott színt. A szükséges portokat elhelyezték rajta, itt van minden, ami a munkához kellett. USB átcsatlakozók, USB-C portok, SD kártyaolvasó, jack duo, és még HDMI port is van rajta. Nagy numerikus paddal megtámogatott billentyűzet figyel odafent, és alul egy hatalmas trackpadünk van, amit már a munkás gépektől amúgy meg is szokhattunk. Dolby Atmos támogatása van, és itt alatta találjuk meg a Snapdragon X-Elite plecsnit. Még szoknia kell a szememnek ezt a sötét, lángos grafikát, de mindenképpen üdítő volt látni egy ilyet, nem telefonos vagy tabletes környezetben. De azt mondom, vizsgáljuk is meg, hogy miért is ilyen nagy szám ez a processzor. Már MacBookoknál megszokhattuk, hogy bejött az ARM alapú lapkák sokasága, kezdve az M1 procival még 2020 elején. Szerencsére van ilyen M kéznél, és pár évig használtam is, így első kézből tudom mondani, hogy mennyire durván takarékos, hihetetlen teljesítménye van, és nagyon kis hőtermeléssel jár a használata. Valami ilyesmit célzott meg a mai laptopunk, itt viszont bejön a képbe egy kis hátrány, ugyanis Windows 11 rendszer van rajta gyárilag. Habár a fontosabb programok persze támogatva vannak, temérdek, játék és egyéb szoftver bizony, vagy problémásan fog működni, vagy el sem fognak indulni, ez főleg a játékoknál tetten érhető. Szerencsére ez egyáltalán nem erre lett kitalálva, úgyhogy a játékbeli problémákat csak egy nagyon kis réteg fog majd tapasztalni. Nekem kifejezetten komoly mutatvány volt olyan címeket találni, amik elindulnak ezen a gépen, de a játékteszteket hagyjuk még a végére, az kevésbé fontos, folytassuk ezzel a szép képernyővel. 3K felbontása van, és ez egy 15 szolos OLED panel 120 Hz-es képfrissítéssel. Ez egy nagy előnye a hasonló árazású M3-as R-rel szemben. A dupla frissítési ráta hatalmas élményt tud adni, én is használtam már mind a két fajtát, és semmi pénzért nem mennék vissza a 60 Hz-re. Ezt kipipálva jöhet az üzemidő. Lapol oda bent egy 70 wattórás pakk, ami önmagában is nagyon jó üzemidőre képes, de ha még hozzávesszük az új takarékos ARM processzor, na itt jön elő az az előny, ami a konkurenciánál is megvan, az akár 18 órás használat egyetlen töltéssel. Különösebb zajjal sem jár a Vivobooknak a használata, több teljesítmény profil közül választhatunk, és persze ráengedhetünk egy max fordulatos profilt, de általános felhasználás mellett semmi hangja nem volt, a terhelésnél így hangzik, hallgassatok bele. Itt szerintem térjünk is ki a száraz információkra erről az új Snapdragon chipről. 12 magos egyenként akár 3,4 GHz-es órajellel is mellé van csomagolva egy Adreno iGPU is, ami kb. 4,6 teraflop nyers erőre képes. Mivel a játékfejlesztők még nem igazán lettek felkészítve erre az új rendszerre, ezért a játékok terén hatalmas teljesítményre ne számítsatok. Pont mint az Intel Arc-nál, ez majd idővel fog javulni, most még nagyon gyerekcipőben jár, rengeteg kompatibilitásbeli gonddal. DirectX 12-es támogatása van, de hogy ez a processzor mondjuk egy dedikált AMD vagy Nvidia videókártyával mennyire tud együttműködni, erről csak spekulálni tudunk, ha arra alapozok, hogy eddig mik voltak a tapasztalatok, az ilyen új nagy piacra lépésnél, hát nem túl jók. Valószínűleg az elején lesznek még gondok. Tárhelyből 1 TB SSD áll rendelkezés, és memóriából lehet választani, hogy DDR5-ös 16 GB-ot vagy 32 GB-ot szeretne az ember, és itt árban sincs mondjuk akkora különbség, mint az Almaz cégnél. Ott teljessége hihetetlen, hogy mi megy, hogyha az ember belép a konfigurátorba, botrányos. Találunk még itt Wi-Fi 7-es szabványt, ami kifejezetten jól fog jönni dedikált Ethernet csatlakozó hiányában. Persze a USB-C adapterrel ki lehet ezt váltani, de akkor elvesztünk egy nagyon értékes csatlakozót, és a tesztidőszak alatt sem éreztem egyáltalán hiányát ennek, el voltam a Wi-Fi-vel teljesen. Na de ami itt még nagyon fontos ennél a laptopnál, a 45 TOPS Hexagon NPU teljesítmény, ez felel ugyanis az AI alapú funkciókért, és ebben a prociban van a legjobban megnyomva ez a vonal. Pont ezért ki is érdemelte, hogy Copilot plusz hitelesítést kapjon, sőt egy dedikált gombunk is van erre, ami ezt előhúzza, ezt a segédet. Én alapvetően nem vagyok nagy AI használó, de egy kis betekintést azért kapjunk, mert sok embernek nem elhanyagolható funkció. Az automata szuperfelbontás, a co-creator, ami például egy paintben működő eszköz. Ez valós időben tud kreálni egy részletes képet a rajzunkból. Szóval vannak itt érdekes dolgok, az biztos, rajzolni persze én egyáltalán nem tudok, főleg nem trackpaddel, de azért sikerült egy-két dolgot nekem is összehozni. És ez csak egy a temérdek
AI alapú funkció közül, ha valakinek ez fontos és a legjobb teljesítményt akarja, ezzel a procival tudja elérni. Sőt, az Asus-féle StoryCube-bal a képek, videók importálása, rendszerezése is sokkal könnyebb, és akár a short tartalmakat is lehet így AI segítségével készíteni, kiemelve a legfontosabb, legizgalmasabb pillanatokat. A kompatibilitási gondokkal nem kell majd szembenéznie annak, aki netezésre, médiafogyasztásra, rajzolásra, képszerkesztésre, esetleg office-os felhasználásra ül le elé, de még a programozóknak is támogatva van minden szükséges applikáció. Na de akkor jöhet a játékélmény, nézzük meg, hogy mit sikerült futtatni, és az milyen teljesítménnyel is futott. Kezdésnek a kodva azonnal akartam indítani, de sajnos feltelepíteni sem lehet, mert az ARM alapú eszközök nincsenek támogatva. Ezután a Fortnite-tal akartam folytatni, ami szintúgy ugyanezt írta ki, úgyhogy ezeket nem tudjátok élvezni ezen a laptopon. A GTA 5-öt sikerült elindítanom, és Full HD felbontáson, max grafikán, hát egy átlagos 60 FPS tud hozni, de közel sem túl stabil az élmény. Vannak belaggolások, a processzor is nagyon durván ki van használva. Ez valószínűleg azért van, mert szimulálva van az egész, szerintem natívan nem támogatja a GTA 5 az ARM technológiát. Itt valószínűleg valami emulátorral lehetséges a futtatás. Ezért is van ez a 70-80%-os proci kihasználtság, sajnos hőfokot és teljesítményt nem tudtam vele nézni, nem támogatja még a programom se ezt az újfajta processzort, és az iGPU-nak se tudtam megnézni a kihasználtságát, a VRAM fogyasztást, csak egy általános rendszermemória fogyasztásunk van, ami a GTA 5 alatt 18,5 GB. Ha a beállításokban egy kicsit szüttyögtök, végül is GTA 5-özni lehetséges ezzel az új rendszerrel, de láthattátok, ilyen teljesítményre képes, van így most már viszonyítási alapotok. Még gyorsan ránéztem a Dota 2-re, mert sajnos a LoL ezt nem támogatja ezt a gépet, úgyhogy maradnom kellett mobán belül a Dota 2-nél. Közepes grafikai beállításokon vagyunk Full HD felbontáson, és így tudta hozni ezt az átlagos 70-75 FPS. Így sincs betonstabil teljesítményünk, vannak kiugrások a frame time-ban ugyanúgy, és a proci kihasználtság megint csak ilyen 60-70%, úgyhogy eléggé jelentős. Az összes magész szál meg van mozgatva, és a rendszermemória kihasználtság is 15,5 GB eléggé magas, itt is valószínűleg valami portolási gond van, ilyen nagy leterheltséget nem kéne, hogy okozzon egy Dota 2 kaliberű játék. Na de ennyit a játékokról, nézzünk rá egy kis Geekbench teljesítmény tesztre, mert volt kéznél egy M1-es és egy M2 Pro-s MacBook-om is, és igaz, hogy ez a laptop egyikkel sincs egy ár kategóriában, de ha valaki jártas az Apple világban, annak egy remek útmutató lehet, hogy nagyjából hova lője be ennek a teljesítményét. Azt mindenképpen pozitívnak tartom, hogy nem egy csúcslaptopban debütált a Snapdragon az Asus-éknál, hanem egy elérhetőbb, sokoldalú modellben. Így persze egy nagyobb réteg kóstolhat majd bele, hogy mire is képes a Vivobook S15-ös. Mint láthattátok, játékra ne vegyétek, itt kizárólag hétköznapi vagy home office-os felhasználásra lesz majd alkalmas ez a kis Qualcomm-os gép. A hordozhatósága, az energiatakarékosság simán egy üzleti mászkálós laptopá teszi, és mindig szuper látni újdonságokat a hardware piacon, most épp a Snapdragon képében. Azt nem mondom, hogy én azonnal le fogom cserélni a MacBookjaimnak, viszont azoknak egy jó kezdő lépés lehet, akik már kezdik megunni a macOS-t, és inkább Windows-ra szeretnének váltani. Én kíváncsi vagyok, hogy ti mit preferáltok, milyen gépet használtok munkára, milyen rendszer. A válaszokat a kommentek között várom.